ahogy mi mondjuk, Misi itt van velünk, és ő elhozta Aradot Gyulára. A 60. születésnapját most ünneplő Takács Mihály aradi festőművész 32 alkotását sorakoztatta fel a gyulai ünnepi tárlaton a Vigadóban. A kiállítás egy keresztmetszetet kívánt adni az alkotó pályafutásának legutóbbi éveiről. A képeken Arad szinte valamennyi jellegzetes épületét, utcáját, számos rejtett szépségeit megörökítette, a képzőművész kedvenc témája ugyanis az urbanisztikai táj, amelyről így van. Azt szeretem, az a nagy szerelmem, és azt tudom a legjobban. Nagyon sok aradi tájat festettem, mert minden évben egy naptárt adok ki, és ez aradi tájakkal van, és most már a 15. edíció, úgyhogy az idén van az aradi villamosok, mert Aradon vannak azok a szép piros villamosok, ami az én gyerekkoromban voltak, amik lassan-lassan eltűntek, de még maradt egy pár belőlük, és én azokat vadászom, és mikor elkapom őket, akkor úgy próbáltam, hogy a kalendárt ezekkel a villamosokkal hozzam ki, mert ez Aradon köti az embereket, mindenki járt azokkal a villamosokkal, épp vonalon, és mostan a képeimben föltanálják azt a régi dolgot, azt az őnekik egy szép emlék. A tárlat megnyitón Durkó Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke és Bognár Levente aradi alpolgármester méltatták az alkotó képeit, aki már nem először járt Gyulán, számos barátot és alkotótársat ismerveit meg. Többször voltam a Városházzal a találkozás, ez a kézfogás alkalmával. Sok gyulait megismertem, akik jöttek Aradra, és emlékszek, a utoljára voltak az én kiállításom mostan januárban, és ha jól megnézem, már ismerek sokat, de sokszor annyira olyan idő, hogy nem ismerem fel őket. De ahogy beszéltem is, mondtam az előtt, hogy a gyulai művészek, akik találkoznak a két egyházi táborban, már annyira összehoztak Gyulával, hogy már tudom minden, mi történik Gyulán. A kulturális program az Aradi Filharmónia ünnepi koncertjével ért véget, ahol Erkel, Enescu és Liszt művei csendültek fel.